Még javában tart a koronavírus járvány, és a kormány az emelkedő esetszámokra újabb szigorításokkal reagált. A legfrissebb rendelkezések szerint újra kötelezővé vált a maszkhasználat a zárt terekben. Stábunk a városlakók véleményét kérdezte az intézkedések kapcsán. Nagyon helyes, így van. Az emberek védelmére szolgál igazából. Jó, nagyon helyes, hogy behozták ezt így. Sőt, még szigorításokat még hiányoltuk is. Milyen szigorításokat eszközölnétek még? Hát igazából... Hát ugyanúgy a munkahelyekre is, meg mindenhol, mert nem csak használják egyébként a munkahelyen sem a maszkot. Igazából. Meg még az utcán is behoznám egyébként, hogy az utcán is legyen maszk viselés kötelező. Ugyanúgy, ahogy februárban volt a harmadik fázisnak a... az elején, úgymond. Egy járókelő úgy fogalmazott, inkább felveszi a maszkot, ha ez az ár annak, hogy ne fertőzzön másokat. Ártani nem árt, inkább fölhúzom, mint covidos legyek, meg telehordjam a családomat, meg stb. Hordják. Tehát akkor teljes mértékben egyetért? Igen, hadd hordják csak az emberek a maszkot. Védjék magukat, meg másokat. Ami a legelső, a saját érdeke. Ha tetszik nekünk, ha nem tetszik, a saját érdekünk. Akadt olyan városlakó is, aki már jóval előbb bevezette volna a korlátozásokat. Én az oltási igazolványt azért egy-két helyen bevezetném. Mert ugye, ahogy kérték a harmadik hullám idején, akinek már van, meg voltak olyan helyek, hogy csak azzal lehetett menni, azért most is még az oltási igazolványt egy-két helyen elővetetném. A visszajelzések alapján az emberek véleménye megoszlik az intézkedésekről. Olyan járókelővel is találkoztunk, aki bár nem értett egyet a korlátozásokkal, továbbra is hisz a szellőztetésben és a fertőtlenítésben. Igazából ennyi szerintem, hogyha eddig így működött nyáron is, hogy lehetett fertőtleníteni, szellőztetni és nem volt gond belőle, akkor szerintem most is ezt ugyanúgy meg lehetne csinálni, ahogy eddig, mert én nem érzek különbséget most jelenleg, hogy más lenne a helyzet. A koronavírussal kapcsolatos információkat a koronavírus.gov.hu weboldalon olvashatják az érdeklődők.